A Feketesas Múzeumban a Hónap tárgya sorozat keretében nyílt tárlat a gorziumi feltárások 2002. évi leleteiből. A 45. ásatási évad eredményei között számos érdekesség található. A Patika Múzeumban látható kamara kiállítás egy több évvel ezelőtt gorziumban előkerült, 3. század első feléből származó még feltáratlan épület egy kis helységének két oldalfali festményeit mutatja be. A freskó darabok már kezdtek lepotyogni eredeti helyükről, ezért kellett sürgősen nekiállni a feltárásnak. A pompei vörös alapszínezetű részletek rekonstruálható állapotban vannak, segítségükkel az eredeti helyén, eredeti padlóval, és így eredeti falfestményekkel rekonstruálható lenne a 2,9 méter x 2 méteres boltíves helyiség. Az épületet ugyan újonnan kellene felhúzni, de szakmailag így is hiteles lehetne. Azt hiszem, hogy gorziumban ez egy nagy látványosság lehetne, hiszen egy olyan falfestményről van szó, amely vetekszik a nyugati provinciák, illetőleg Itália falfestményeivel is. A teljes helyreállítás megközelítőleg 30 millió forintba kerülne. Az érdeklődők figyelmét felhívom, hogy december 4-én Harsányi Eszter és Kurovszki Zsófia a gorziumi falfestmények rekonstruálásáról tart előadást.